Köszöntjük kedves nézőinket! Mai adásunkat jubileumi hangulatban indítjuk. Előbb a 2016-ban kerekházassági évfordulójokat ünneplő párokkal ünnepelhetnek együtt a képernyőn keresztül, majd a nyugdíjas klubba látogatunk. Műsorunk zárásaképpen az Ozvena kórus újévi koncertjét hozzuk el a Szent László templomból otthonaikba. Kellemes tévézést kívánunk! A házasság definiálása manapság egyáltalán nem egyértelmű. Hogyan is próbálnánk meg leírni mi? Talán egy közösen választott úthoz hasonlítanánk, amely azonban kiszámíthatatlan, hisz nem ismerjük előre. Kész művészet fáradhatatlanul leküzdeni minden akadályt ezen a nehéz úton az életen át, és kéz a kézben haladni. Házastársi kapcsolatra lépni nem kis dolog, ha pedig ez a kapocs nem szakad meg, és 25, 50, vagy akár 55 évig is tart, az ma már óriási dolog. Azok, akik kitartottak, ma a családjukkal, illetve velünk is ünneplik 25., 50., 55. házassági évfordulójukat. December 3-án a Vén diófában, december 28-án pedig a Kastély étteremben a polgármester asszony és a városi anyakönyvvezető jelenlétében zajlottak az ünnepségek. 25 éve mondták ki a boldogító igent Jaroszláv Mikovics és Irena Szabóová, Zoltán Hegyi és Monika Bakorecová, Imrich Sárközi és Klaudia Pintérová, Stefan Hamran és Mária Zsigóová, Peter Kucman és Júlia Kecskésová, Pavol Pastorek és Renáta Tuzsincsinová, valamint Ernest Gyurcsovics és Zuzana Cservenáková. Aranylakodalmokat, tehát a készfogó 50. évfordulóját a következő párosok ünnepelték tavaly. Gregor Zsigó és Irena Skulibová, Ladislav Vatkerti és Alzsbeta Derázsová, valamint Karel Ruth és Alzsbeta Gyurcsovicsová. 55 éve kíséri egymást a közös úton József Hajabács és Anna Palcútová, illetve Stefan Lászik és Katarína Kalupecká. A jubilánsoknak a Városi Televízió stábja nevében is gratulálunk. Vážení manželia, vážení prítomní, aby sme sa mohli stať svedkami slávnostnej udalosti, rodinnej pozornosti, dovolujem si privítať medzi nami našich vzácnych jubilujúcich manželov, popriať vám len to najlepšie pri príležitosti významného jubilea 55, 50 a 25 rokov spoločného manželstva. Spoločným želaním nás všetkých je, aby ste sa tu medzi nami cítili čo najlepšie. Úprimne sa tešíme z vášho rodinného sviatku, ktorý chceme dôstojne a spoločne osláviť. Lampierka z ciebie wraca.
jeho tieň sa vplazí až k nám. Čo potom stáva sa, to sa nesmie stať, to sľubujem a tak prisahám. Len kým tu si, kölcsönösen átadnunk egymásnak a boldogságot, remény és a szeretetet. A szeretethez szorosan kapcsolódik a bizalom és a tisztelet. Önök az együtt töltött évek során számtalanszor bizonyították, hogy tisztelik egymást és kölcsönösen bíznak a másikban. Az élet megbocsátásra is tanította önöket, ami talán az emberi kapcsolat egyik legnagyobb kincse. Házasságban vannak nehéz pillanatok. Akadnak hullámvölgyek, melyeket önök sikeresen leküzdöttek,
és nem engedték a kötelék széthullását. Meleg otthont alakítottak ki, szülőkké, nagyszülőkké váltak. Házuk az öröm és a nyugalom szigetévére. Egy hely, ahol a boldogság mellett a bánatok is felül tudnak emelkedni. Az élet nagy kihívás. Lemondással, fájdalommal, szomorúsággal is jár, sokszor betegségek kíséretében. És pontosan két ember összetartozása nagyobb esélyt kínál ezek legyőzésére. Önök bizonyították ennek a lehetőségét. Valamennyiük nevében további életük során csak a legjobbat tudjuk kívánni. Drahí naši jubilanti, živote človeka je veľa dôležitých momentov či udalostí, ktoré dotvárajú mozaiku nášho života. K významným udalostiam patrí aj vaše výročie sobáša. Preto mi dovolte privítať vás a zároveň poďakovať všetkým, ktorí ste sem dnes prišli, aby sme spolu oslávili tento výnimočný okamih. Nech ste spolu akokoľvek dlho, len vy dvaja viete, čo ste spolu prežili a čo vám váš zväzok priniesol. Viete, dvaja ľudia spolu, to vôbec nie je samozrejmosť. A v dnešnej dobe už vôbec nie. Asi už vašej polovičke nepripomínate deň čo deň, ako ju ľúbite. No oslava výročia svadby si nejaké tie slová pozornosti zaslúži. Prežiť v manželskom zväzku 25, 50, 55 rokov je nielen krásnym vzájomným darom dvoch milujúcich sa ľudí. Je to zároveň vyjadrenie úžasnej zodpovednosti k hodnotám života a rodiny. Manželský život je cestou krásnou, ale veľakrát aj neznámou krajinou. Jeho tajomné záchutia už prebádali nespočetné generácie ľudí pred vami. Vy ste sa po tejto ceste rozhodli ísť ruka v ruke pred 25, 50 a 55 rokmi. Tak veru. Je to už toľko rokov, čo ste kráčali spolu po oltáru. Pekné chvíle sa vždy akosi ponáhľajú a váš spoločný život bol takými chvíľami určite preplnený. Občas prídu aj ťažkosti, život je už taký. Ale keď človek vie, že pri ňom stojí niekto, o koho sa dá oprieť, a kto dodá životu energiu, problémy sa rozplynú ako obláčik. Každý z vás vstupoval určite do manželstva s predsavzatiami i nádejami. Dnes, po rokoch spolužitia, máte právo bilancovať, hodnotiť i spomínať. Spomínať na chvíle, keď ste s nádejou vložili svoje osudy do náručia toho druhého. Ale aj zhodnotiť, či ste si skutočne odovzdali vzájomne svoje šťastie i nádeje. Určite ste všetci vstupovali do manželstva s rozhodnutím dôverovať si a obohacovať život toho druhého. S láskou, vážení jubilanti, úzko súvisí dôvera a úcta. Vy ste za spoločné roky života dokázali, že si vzájomne dôverujete a vážite si jeden druhého. Dnešný deň je skutočným svedectvom, že ste boli vždy pre svojho životného partnera človekom, ktorom nachádza pochopenie v každej životnej situácii. Život vás naučil odpúšťať si, čo je azda najväčšie umenie v ľudských vzťahoch. Nie vždy na oblohe svieti slnko. Aj v živote partnerov bývajú dni zamračené. Vy ste dni tých pomyselných búrok prešli. Povzniesli ste sa na dne a nedopustili ste, aby sa vaše puto pretrhalo. Založili ste si domovy, stali ste sa rodičmi. Váš domov bol a je miestom radosti a pokoja. Miesto, kde jeden druhému môžete podať ruku, ale aj utrieť slzu. Život je veľké umenie. Človek v ňom musí prinášať obete, znášať bolesť, smútok i choroby. A práve zväzok dvoch ľudí dáva viacej možností prekonávať nástrahy života. Vy ste nás presvedčili, že sa to dá.
Presvedčili ste nás o tom, že keď má niekto pevnú vôľu a je vnímavý, dokáže žiť v spoločenstve dvoch srdc. Vaše deti, vaše rodiny i vaši blízky majú určite veľkú radosť z vášho krásneho jubilea a tak ako ja, aj oni vám želajú len to najlepšie do ďalšieho života. Mojím želaním je, aby vaše manželstva ostali také pevné ako doteraz. Aby boli aj naďalej pre vás tichým prístavom, v ktorom nájdete pohodu a pokojný život. Želám vám duchom pevného zdravia a osobného šťastia, aby ste boli vždy oporou jeden druhému. Aby vám vaša vzájomná láska a úcta prinášali aj naďalej radosť a spokojnosť. Nech šťastie sprevádza vašu ďalšiu cestu života. Poprosím manželský pár, ktorý
Dovolte mi ešte raz, aby som vám popriela ešte do ďalšieho života veľmi veľa šťastia, zdravia, spoločných úspechov, spokojnosti a radosti zo všetkého, čo vie každodenný život priniesť. Preto mi dovolte privítať vás a zároveň poďakovať, že dnes ste sem zavítali, aby ste spolu s nami oslávili tento výnimočný rok. Prežiť v manželskom zväzku 50 rokov je nielen krásnym vzájomným darom pomilujúcich sa ľudí. Je to zároveň vyjadrenie úžasnej zodpovednosti hodnotám života a rodiny. Manželský život je cesta krásna, ale veľakrát aj neznáma krajina. Jeho tajomné zákutia už prebádali neskočetné generácie ľudí pred vami. Vy ste sa po tejto ceste rozhodli ísť ruka v ruke pred 50 rokmi. Želám vám okrem pevného zdravia a osobného šťastia, aby ste vždy boli oporou jeden druhého. Aby vám vaša vzájomná láska a úcta prinášali aj naďalej radosť a spokojnosť. Nech šťastie sprevádza vašu ďalšiu cestu života. Čania. Privítajme s Lidlom krásny deň hlasovaním za nové ihrisko Žiadielko pre naše mesto. Hlasujme všetci na www.žiadielko.sk. Ak si zahráte aj bonusovú hru, získame od Lidla ďalší hlas navyše pre naše ihrisko. Ďakujeme. Koniec oznamu. A nyugdíjas klub tagjainál is volt a decembernek jubileumi felhangja, hiszen december 21-én ünnepelték Illés Koloman 65. születésnapját. Basternák Ildikó polgármesterasszony és Anna Zsigová polgármester helyettes jelenlétében, akik szlovák és magyar nyelven mondtak köszöntőt. Patrišti, najvracím medzi nami. V srdci ti tak trochu závidíme. Veď my sme už zabili, kedy sme 65 rokov mali. Je to krásny vek, ani mladý,
ale starý ešte je. Máš tri svoje deti a dve nevlastné, ktoré sú všetko dospelé, majú svoje vlastné rodiny a obdarovali ťa aj vnúčatami. Život je krásny v každom veku. Treba ho len využiť, nenechať si ujsť nič, pretože čas rýchlo beží a nezastaví sa. Preto ti prajeme, uži si čas, ešte kým nie si starý a má zdravia a sily dosť. Všetko najlepšie, veľa, veľa zdravia a veľa, veľa úspechov rodinných, pohody rodinnú do ďalšieho života. Všetko najlepšie. Február 26-án vasárnap évzáró taggyűlés a Kultúrházban 15 órai kezdett el. Március 7-én farsangfarka, húshagyó kedden maskarák vonulása a Hagyományok házából a Kultúrházba, ott vidám műsor, táncház. Március 19-e vasárnap, 1848-49-es szabadságharc megünneplése. Jelentkezzenek a kirándulásokra. Csontos Zsuzsannánál személyesen a Városházán, vagy a 0908-789-658-as telefonszámon. Február 5-én, vasárnap, sízés és szánkózás Komárom-Csehiben, indulás 9 órakor, ár 5 euró. Ezt látni kell, hogy helyre tegyük önbecsülésünket. Kirándulás 2017. július 2-ától 8-áig az Adriai tengerpartra, Fiuméba, Abbáziába és Lovránba, Feszti Árpád kedves tengerparti városába készülnek. Bejárják az Isztriai félsziget égköveit és magyar vonatkozású emlékeit is. Biztosítják a reggelit, vacsorát,
szállást tengerparti szállodában, utazást klimatizált autóbusszal. Két kirándulást idegenvezetővel, egyet Fiuméba, Riekába, Terszattói várhoz és Voloszkóba, egy másikat pedig Pólába, Rovinba és Humba. Január 13-án este 5 órától a Szergej Mirinov karmester által vezényelt szlovák tanítónők kórusa az Ozvena újévi koncertjétől visszhangzott a Szent László templom. Az énekkar 1946-ban alakult, mint a pozsonyi tanítónők énekkara. Ma a tagok között különféle iskolák pedagógusai egész Szlovákiából, tanári pályára készülő diáklányok és egyéb területeken dolgozó nők is akadnak. A csoport havi egy alkalommal más-más városokban háromnapos összpontosítás keretében készül a nevelő, templomi és egész estés koncertjeikre, akár csak a neves eseményeken való fellépéseikre. Repertoárjuk hazai és külföldi szerzők műveit tartalmazza, a klasszikus kariénekektől a népdalokon át egészen a fekete benszülött spirituális dallamokig és a jazz kompozíciókig. A gyönyörű dallamokról és a kellemes hangulatról tanúskodjanak felvételeink. Thank you.
Jó napot! Sziasztok! Egy kisebb kihagyás után új adással jelentkezünk. Jó szórakozást kívánunk! A tavalyi évben is megemlékeztünk az 56-os forradalom hőseiről. Pólya Ived, Garlik Laura, Molnár Ferenc és Jobba Zoltán rövid verses emlékeztetővel szolgált számunkra. Pallér Péter tanító bácsi egy prezentáció segítségével összefoglalta a politikai hátteret, amely a forradalomhoz vezetett és vázolta a főbb eseményeket. Közben a tanulók felváltva tartották a lyukas zászlót, mely a forradalom szimbólumává vált. Érdekes volt, hogy a végén egy kis versenytesztel bizonyíthattuk, mennyire figyeltünk az előadásra, melyet holtversenyben a 7. és a 9. osztály nyert meg. A könyv a legjobb barát, így szól a mondás. Iskolánk tanulói ezt be is bizonyították, hiszen nagy kedvel kapcsolódtak be rendezvényünkbe, ahol örömmel osztották meg egymással legutóbbi könyvélményüket. A kis elsőseink rajzzal a további évfolyamok tanulói rövid tartalommal és a történethez tartozó illusztrációval mutatták be szívesen olvasott meséiket, ifjúsági regényeiket. A családias hangulatban eltöltött idő hasznosan telt, hiszen nagy lépést tettünk az olvasóvá válás útján. 2016 a Feszti Árpád emlékév rendezvénysorozat éve volt, melynek zárónapja éppen városunkban volt megtartva. A Városi Művelődési Központ Feszti galériájában kezdődött, ahol többek közt beszédet mondott Deme László igazgató úr, Ökrös Marian, az emlékév főszervezője, valamint előadást tartott Vrábel Sándor nyugdíjazott tanító bácsink. A Kultúrház nagy termében a vendégdiákok csak úgy, mint mi magunk, feszti képrészleteit próbálták újrafesteni előkészített csablonok segítségével. A nap iskolánkban ért véget, ahol a bellő táncait követően Ökrös Marian köszönetet mondott mindenkinek a segítségéért, és meghatottan zárta le az egész éves nagyszabású rendezvényt. 2016. november 10-én iskolánkban a Rekordok napja rendezvényre került sor. A rendezvény azzal kezdődött, hogy az iskola nevét kupakokból kellett kirakni, amelyeket a diákok már egész héten becsületesen gyűjtöttek. Külön az alsósok és külön a felsősök is kirakták. Ezek után a diákok különböző versenyszámokban próbálhatták ki magukat. Volt labdacipelés, kapura rúgás félpályáról, dekázás, kosárlabda, célbadobás, zsákbanfutás, ugrakötél és pingpong. Minden diák igyekezett a maximumot kihozni saját magából. Az ED4-esek délelőtt mérettették meg magukat, az 5-9-esekre pedig ebéd után került sor. Az adventi időszakban családias hangulatban álltuk körbe koszorunkat az udvaron minden így gyertya meggyújtásakor. Első alkalommal erdélyi Flégel Tímea beszélt nekünk az időszak jelentőségéről. Pólya Ivett, Jóba Zoltán, Kozma Klaudia Vaspanna és Anyalai Viktor rövid versekkel tették ünnepélyesebbé a hangulatot. Mindegyik gyertyagyújtás az adventi hírnök közös eléneklésével zárult, amit igazgató bácsink kísért gitáron. A második adventi gyertya meggyújtása után dalokkal csalogattuk várva várt vendégünket, a Mikulást. Meg is érkezett nagy örömünkre, és ajándékcsomagokkal jutalmazta meg a jó gyerekeket. A kicsik ragyogó arccal álltak sorba, hogy átvegyék a Mikulástól a finomságokat, de a nagyobbak arcán is ott volt a mosoly, mikor megkapták a zsákjukat. Mindenki le is fotózkodott a piros ruhás öregúrral, majd az osztályokban jó hangulatban kóstolgattunk. Szabany Erika tanítanéni idén is jótékonysági gyűjtés szervezett a könyvtárunk részére. Különböző kézzel készült díszek megvásárolásával lehetett hozzájárulni az új könyvek megvételéhez. A képek az utolsó vásáron készültek, de ennél sokkal több portéka talált gazdára. Jó pár új könyvvel bővült a könyvtárunk. Az iskolai klub főszervezésében megrendezett karácsonyváró kézműves foglalkozásunk idén is jó hangulatban telt. A gyerekek a B pavilon folyosóján és a 3. osztályban készítették díszeiket a tanítónénik vezetésével. Hangulatos zene és meleg teja mellett dolgoztunk. A rendezvény csúcspontja talán a táncház volt, ahol a bellő zenekara játszotta a talpalávalót. Mi pedig a nagyobb bellősök segítségével igyekeztünk táncolni. Thank you.
Szeretjük az iskolai karácsont, hiszen a jó hangulat mellett jelzi, hogy itt a téli szünidő. December 22-én összegyűltünk a folyosón, hogy az osztályok örömet szerezzenek egymásnak egy kis műsorral. Az alsó tagozat diákjai verses összeállításokkal és jelenetekkel készültek, melyek néha meghatóak, néha humorosak voltak. A felső tagozat tanulói is készültek jelenetekkel, de túlsúlyban voltak a karácsonyi dalos fellépések. Az osztályműsorokon kívül az iskola énekkara is átadott egy gyönyörű dalcsokrot, a hittanosok pedig a megszokott betlehemest adták elő. A diákparlament nevében György István oklevéllel jutalmazta a legszebb karácsonyi osztály versenynyerteseit. A harmadik és a kilencedik osztályok érdemelték ki a dicséretet. A műsor után mindannyian a saját osztályunkba vonultunk, és egy jó hangulatú tea délelőttel búcsúztunk egymástól, ahol az ajándékozás és a közös játék sem maradt el. Az első fél évben is részt vettünk különböző sportrendezvényeken, például a labdához nyúl ne a droghoz nevezetű asztali tenisz tornánk Komáromban. Itt Seregi Zsolt, Hajtman Márk, György István és Mornár Ferenc képviselte iskolánkat. Egy nemzetközi futballtorna is voltunk decemberben, Naszvadon, ahol a harmadik helyen végeztünk. A második fél év mozgalmasabb lesz, sok sikert a sportolóinknak! Köszönjük a figyelmet! Nem sokára jelentkezünk a Feszti Hét külön kiadással. Viszlát! Sziasztok!